Azt szeretném kérdezni, kedves Gram, és persze tőletek is, hogy ha a közlekedési lámpán mind a három színű jelzés ég, akkor mi a teendő? Ennél például. Itt most mind a három színű ég. Hogyha tudod, hogy fölül pirosnak kéne lenni, de lent igen. van, és a lenti lámpa ég zöld helyett pirosan, akkor biztos nagy a baj. El kell fektetni a lámpát. Ugye, találtam egy ehhez hasonlót. De mitől gyulladt ki? Hát szerintem egy hibás ízó ilyesmi. Ez még nem ledes volt. De így. Ez még nem ledes volt. Ott is van egy. És egy folyik le a műanyag, de Isten cuki. Isten ilyen néz ki, ja. Tök jó. És mivel oltják vajon? Hát nekem víznek tűnik. Mivel oltanák, nem látod, de egy nagy nyomású gőzmosóval. Adjuk a francba, jó az úgy. Ez jó így. De milyen cuki tűzoltó kocsi, hogy látod, van benne tömlő és közben egy ilyen kis pick-up. Igen. Angliának néz ki, mert hogy fordítva hülyén mennek az összes autó. Igen, bénán mennek. Na, kezdjük akkor el most így a Kekesz 13. adását. Ami egy jubileum szinte. Szinte azért, mert hogy ugye itt mégiscsak autótörésekről, meg mindenféle dolgokról mondjuk, és ott a 13-as szám nem jó, úgyhogy még jó, hogy nem péntekre esik, mert akkor keket lenne. És az mennyire hülyé hangzik. Közlekedés ekézése pénteken lenne, de nem, a keket az sokkal jobb. Na, most ti küldtétek egyébként, minden más a kocsiban maradt a kártyán, úgyhogy csak olyat válogattam ide, ami a tiétek. De az úgyis mindig uncsi. Egyébként igen, mostanában már ilyen. Na, mutatok egy nagyon érdekeset, ez az egy még ilyen. Jaj, ez nagyon jó. Aha. Két üveg felület között, volán buszról van szó, egy kis víz összegyűlt, és hogy néz ki, és marja egyébként, hogy elindul, meg megáll, lehet, tök jól lehet látni ezeket a ilyen fizikai dolgokat meg. Igen, és ráadásul a busz az erősebben mozog, úgyhogy jobban látszik, mert én ilyet először egy vonat videón láttam, és ott az volt a lényeg, hogy wait for it, aha, és aha. Körülbelül fél percig csak azt láttad, hogy így van egy ilyen vonal az ablakon, hogy ott el van törve, hogy mi van, és amikor így megállt, akkor így hú, és akkor így elkezdett így hullámozni. Nekem meg az jutott eszembe, hogy ez most fizikailag, ez tulajdonképpen közlekedő edények? Somi mami meg ne hallja. Hogy tudja már a Somi mami? Hát persze, hát hányszor elmondtad a Somi mamit? Csak kétszer-háromszor. Nem csak én mondok ám sokszor el dolgokat. Na, Sarlay Szabolcs küldött nekünk egy nagyon jó kis Koenigsegg agérás videót. Ezt múltkor mutattam neked, de aztán gyorsan abba hagytam, hogy ne lásd. Melegíti a gumit a bácsi? Nem, hanem azt mutatja, azt próbálja demonstrálni, hát nyilván a miniszoknyás kislánynak. De ezen látszik nagyon. Így ez elektronika. Tehát, hogy ezt nem a csávból fogja meg, ő csak össze-vissza tekeri, mint a hülye. Ezt még egyszer, ha szabad kérnem. Nézzek még egyszer. Nagyon-nagyon jól lehet látni. Néznek, hát teljesen más csinált. Tehát össze-vissza húzza. És ezt megfogja az elektronika. Nem tudom, mennyivel mehetnek közben, de hát itt nézd meg, ez elugrál a helyéről. Százzal biztos. Hát. Ez nagyon csaj, kemény. Csaj, sikít meg minden, de közben. Na jó, ezt nem fogjam abba hagyni, ezt meg megnézi szerintem háromszor, négyszer. És azért ennyit forgat folyamatosan. Igen, hát amennyit bír. És látszik, hogy közben időnként a csajra néz szinte, tehát hogy nem azzal foglalkozik, hogy kell megfoglalni. Pedig azért mennek tempót, nem igen. Nagyon gyorsan, de azért mennek szóval tempót. Ez az a... Tudod, mi benne furcsa, hogy azt is meg tudja fogni, ahol látszik, hogy szinte elugrik a hátsó kerék. Tehát nem az... Igen. Nem, hát ficánkol az autó így. Nem farol, hanem nézd meg a... A harmadik fliknél. Igen. Itt. Puff, itt. Mintha le se érne. Igen. Ez nagyon kemény. Nagyon köszönjük. Marha jól néz ki. Haladjál a következőre. Ezt majd még a WC-n is megnézem. Ezt most te mondod ki a nevét. Twirnful. 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 Robi egyébként csak áll névem. Ó, oh, ja tényleg, igen. Már küldött egyébként, úgy látszik vele, sok minden történik. Talált kettő, nagy, ez gyönyörű. Váci út. Mégis ugye, mi a lótüdőt csinálsz? Nem értem egyszerűen ezeket az embereket. Jó, egyébként itt azért hozzá kell tenni, hogy most ellapoztad vagy? Nem, jó, itt jó. Tehát jó. Szerintem én már itt fékeznék. Tehát tudom, hogy ez jön. De nem, hát rájátszott a Robi ordít. Tehát menjünk vissza oda, és lehet látni azt, hogy lelassít, tempót csinál. Itt már lehet látni, hogy tempó van. És direkt kimegy szerintem. Tuti, ezt csináltad. Nem, én is itt csináltam egy egyébként. Valószínűleg igen, de... Megmutassam magamat, hogy itt vagyok, te hülyegyerek, te meg mit csinálsz itt? Igen, tehát ez nem feltétlenül veszélyes, de igen. Igen, ilyet azért nem csinálunk, mert ott hatsában. Ott marhára nem csinálunk. Sőt, ott már egy hetedik is kinyúlik, azt hiszem. Ez de egy... tudod, tipikus esete annak, hogy ott tudom, hogy körbe kell menni, és az igen. Legalább két perc,
De amikor a hölgy előttünk tolatott a körforgalomba. Ez tipikus esete annak is. Hogy... Nem, hát valószínűleg nem ülepszik le nekik ez a tudásanyag, hogy körforgalom az kört jelent. Tényleg kört. Méghozzá hát egész kicsi kör, tehát nem kell azért megkerülni a 16. kerületet. Meg kell állni, be kell rakni rükvezbe. Sokkal tovább tart egyébként. Ha nem jönnek mögöttem, akkor is sokkal tovább tart. Éppen egyből csináld, mert ott látni fogod. Zöldül a lámpa. Zöldül a lámpa. És még be... Hát ezen a sárgán még átmegyünk, mondta ez a kínai taxisofőr. Igen, és ez egy jó fogás lett volna, mert ha a sárgán mentem volna, hát az én sárgával, és simán nagyobbat lépek már oda, és lehet, hogy én elkapom. Igen. Ez egy jó fogás volt, Robi, ezt jól megfogtad. És nézd meg, egyébként olyan kamerája van, mint amit mi is Igen, láttam. Na, és van egy harmadik. Hajra már elvégszem, sajnos. De mindjárt meglátjuk. Ki fog derülni? Homokóra. Igen. Itt csak, igen. Vidék, vagy legalábbis nagyon külváros. Külvárosi rész. És már nézd meg az autónak a fura mozgását. Kifordul. Nagyon lassan megy. Aha. Oké, megelőzöm. Na, megvan az elhatározás, megelőzöm. És csinál egy ilyen kiletet. Miért? Megijedt, vagy és, miért? Hát nem tudom, én arra gondoltam egyébként... Mert ez nem nagyon sportautó, tehát nem azért, mert versenyzőtárs. Nem. Be akart ijeszteni féktávon. Nem tudom, lehet, hogy jelzést akart ezzel adni a bácsika, hogy ne, hát az én utcám, amit te nem megyünk 30-al többel. Nem tudom, de a másik, ami utána eszembe jutott, hogy... mindenhol fel akarta borítani egy nem, ott van, lecsorozott a temető. Temető, járat. Igen. Tehát lehet, hogy oda gyors úton szeretett volna eljutni. De csúnya vagy. Miért? A temetőjárat igenis egy létező jelenség. Az abszolút egy létező és jelenség. És a biciklit kihozza haza. Így van. Hát, nem véletlenül jövök 20 perccel többet hétvégén befelé, igen. Mint amúgy, mert vasárnap... 45-tel jövünk a gyorsforgalmin. Azt hittem, hogy agytüdőt kapok. Hát a vagy... Miért az az agytüdő? Agytüdő, ez csak te találmányozod. Jó, oké. Okay. Agytüdő beteg vagy. Szóval a vasárnapi vezetők azok teljesen ismert jelentős. Apám mindig kalaposoknak hívta őket. Igen. A kalapos, aki tényleg egyébként is egy kalapot fölvenni önmagában már ugye egy jelenség. Azzal beülni egy autóba, mondjuk egy Skoda 120L-be, a nyomja így a fejedre a kalapot. Szerintem már nincs 120L, de az Almerában. De akkor még Almerában a mohazöld. Mohazöld Almerában. Együtt jártunk egy ilyen Gyula nevű autóvezetési tanfolyamos úrhoz. Egy nagyon rendes ember egyébként. Egy fantasztikus fickó, és nagyon jó szövege van. Ezt a fajta embert, ezt a mohazöld Almira tulajdonosoknak hívták. Csak humorból? Csak humorból, igen. Morzsaj, barakanyarodó idióti. Rendezőfék, de ez is egy, hogy is hívják, ez is egy létező igen. Törme. Na. Morzsaj. De Morzsaj ki? Morzsaj. Ja, hogy csak sima Morzsaj. Balra kanyarodó okosság. Igen, ez egy nagyon-nagyon szar helyzet volt, ugyanis nézd meg, itt talán ez Hungária. Igen, annak megyünk tűnik. A... Igen, az balra kanyarodó jelenség. És ugye ez egy 70-es sáv. Igen, éppen igen. Megyünk a keremesi fogjuk. Innentől 50-es. Szóval nagyon-nagyon nem tudta. Látod, benne volt a sávban, majd kiment, majd úr Isten mégis csak vissza. Arra, és így ezzel nagyon sok embert kellemetlen helyzetbe hozott. Igen. Lehet, hogy vazéval vagy ilyesmivel ment, és nem tudta eldönteni, hogy hol van az a kereszteződés, igen, ahol kanyarodni. Az tök para, egy csomószor van, hogy egyszerűen késik. És van egy 20 méternyi késés néha, főleg amikor 70-80-nal mész egy igen, úton. Igen, és igen, nem igen, tud igen, pontosan igen. Eldönteni, hogy most ez már az a lámpa, majd itt kell, mert ő meg előre néz, és látja, hogy ott is van egy csomó lámpa, és gondolom nem ismerte, hogy ott a kerepesén nem lehet balra elkanyarodni. Igen. Nem tudom egyébként, hogy más helyeken, hogyha van ilyen tapasztalatok, akkor írjátok meg. Hogy pontosítják ezeket a térképeket? Mert a Magyarországon nagyon sokszor van az, hogy egyszerűen a Waze rosszat mond. Tehát, hogy azt mondja, hogy kanyarodj balra, és közben a kereszteződés után van egy utca, ami például pont a Baross utcában egy ilyen. Aha. Azt mondja, hogy kanyarodj balra, bőszen húzod a kormányt, és kiderül, hogy igazából a szervizúton szeretne, sőt, tehát ugyanis utcán menne. Aha. Tehát szerintem itthon ez egy kicsit pontatlanul működik. Vagy lehet, hogy ez egy nyelvi sajátosság. Az is lehet. Hogy összekeveri a balt a jobban? Például. Nem, az te vagy. Na, igen? Várjál, figyelj, kezdem előről. Ezt képzeld el, ezt nem, még ne vózzál. Nati, te hölgy nézünk, és ott valami nagyon csúnyán felúszhatott szegényke, és az az érdekes, hogy annyira megcsúszik, nézd meg még egyszer a megcsúszás pillanatát, amikor már csúszik négy kerékkel. Oké, itt megfogta, de nézd meg itt. Aha. Ez egy sima víznek tűnik, de hogy ennyi, vagy lehet, hogy hideg van nagyon, hát, de nem négy kerékkel azért egy terepjáron, nem... Igen. Tehát hogy nem lehet jeges az út. Hát, vagy ennyire szarok rajta a gumik. Az is lehet, igen. De itt. Tehát és itt igazából az a lényege, hogy a dashcam viselője, úgymond, szenvedett el itt
olyan típusú kárt, amire azt mondta a biztos, hogy nem fizet, mert nem tartotta be a biztonságos követési távolságot. Igen. Ami tulajdonképpen akár még igaz is lehet, bár én csak egy másik sávból esik oda. Tehát az olyan, mintha föntről leesne, elém egy repülőgép, és nem tartottam be a biztonság. Szóval ez egy kicsit butaság. Igen, igen, igen. Egyébként, ha visszamegyünk az elemzési részre, hogy vajon mit ronthatott el, azt nagyon elrontotta. Na várjál, visszamegyek. Egyrészt, hogy nem tudod megkattintni. Hogy kanyarodik, ráfékez. Itt. Igen. És azáltal, hogy ráfékez, és viszonylag magas építésű autó, leterhelődik ez az oldal, az megcsúszik, és onnantól kezdve négy kerékkel csúszik ki. Nem tudom, mit csináltatok volna egyébként egy ilyen helyzetben. Oké, nehéz volt megfogni, és nem volt már elég távolság arra, de hát... Itt még meg lehetett volna, igen, hogyha nem igen. A féket tapodja. És egész egyszerűen ki kellett volna neki egyenest engednie, nyilván akart a sávjában maradni. Igen. De fura helyzet tényleg, mert az, aki neki ment hátulul egy picit, ugye, ő neki nem kellett követési távolságot tartani, hiszen a mellettem levő sávban vagy. Hát nem tartatok a mellettem levő sávban is távolságot. Nem számíthatok arra, hogy majd átesik. Nem tudom, mi lett az eredménye, azt hiszem, hogy valami ilyen autós... Igen, ez egy tipikus eset egyébként magának a helyzetnek, ez a, hogy mennyire vagy ebben gyakorlott, hogy hányszor történik veled ilyen. És ez egyébként egy nagyon fontos része szerintem a vezetés úgymond elsajátításának, hogy egyszerűen tényleg legyenek ilyen helyzeteid, amikor megcsúszik a kocsi egy placon vagy valahol, hogy tudd, hogy mi fog történni. Tudod, van ez a mondás, hogy az átlagvezető mikor fékez először 160-ról nullára, utoljára. Igen. Mert hogy nem most megint felvetődött, hogy esetleg szigorítanák nem a kereszt, hanem magát a jogosítvány megszerzésének a lehetőségét, és bonyolultabbá tennék meg több óra. És lenne ilyen része? Nem, csak felvetették az ismerőseim, és erről beszélgetünk Facebookon. Igen, és szerintem egy ilyen PÁF-hoz hasonló jellegű dolgot kéne csinálni, vagy legalábbis kötelezővé tenném azt, hogy mondjuk a motornál is az van, hogy két szinten kapom meg, igen. És azt mondanám, hogy mondjuk csak akkor lehetek teljes jogú sofőr, hogyha teljesítettem, elmentem egy vezetéstechnikai tanfolyamra, ahol legalább körben, meg egyenesben, meg csúszós úton csináltam padlóféket. Az átlag autós mindaddig, amíg nincs baj, addig nem csinál padlóféket. Igen. Összes ismerősünk itt, jó, nem a mi összes ismerősünk, mert igen, elég nem, sok miatás van, akivel azért úgy, hát most már nem, de régen. Sportközösség, mondjuk ezt a sportközösség. Közönség. Ugye amikor leesik az első hó, akkor a bizonyos autósok behúzódnak, és soha többet ki nem mennek tavaszig az útra, mi meg mint az állat megyünk, mert végre csúszik, és lehet vele ökörködni. De ilyenkor feszegeted a határt, ilyenkor lehet megtapasztalni egyet, hogy mi történik. Nagyon sok autós, ez semmit nem kellett volna csinálni, mint egy picit visszakormányozni. Igen, az irányba, és utána menj, visszahúzni ugyanazt, és simán megúszhatta volna. Ehet meg ilyet, ráfékezett, és teljesen menthetetlenítette a helyzetet. Az összes autós azt hiszi, hogy egy kanyarodásban való kicsúszás, az úgy működik, mint a Forma 1-en. Hogy egyszer csak, amikor elveszti a tapadását az autó, akkor ott égindulás, földönlás, soha nem lesz semmi. Nem ez történik. Mint Hollywoodban, hogy egyből robban. Igen. Tehát még hozzá se ér a szalagkorlát, az de már felrobban. Egyszerűen elkezd kifele arra szólni a kocsi, hogy ugyanazt az ívet fogod, akkor nem történik semmi, csak kicsit kijjebb mész. Igen, de azért ez szerintem annyiból bonyolult helyzet, nem ez, hanem ez hogy... Ez egy négykerekes autó ráadásul. Vezetéstechnikailag mennyire megalapozott az a lehet, hogy nem társadalom, hogy sehol máshol sem kötelező ám ez. Igen. Tehát, hogy nincsen ilyesmi. Sőt, Amerikában olyan szinten egyszerű a jogosítvány. Abszolút, hát mert eleve ugye automata, autó, stb. Ülj be, aztán ha nem mész neki a fának, akkor tiéd a jogsítvány. És akkor szerinted mi lenne az üdvös megoldás? Mert azért ez egy kicsit... ez, hogy kéne, igenis. A vezetés technikai pályákat igenis használni kéne, mielőtt kiadják a jogosítványt. Van egy tanpálya, baszki, az a neve, hogy tanpálya. Miért nem locsolják föl, és miért nem műgyantáznak le benne 10 méter szakaszt? Lehet, hogy már van egyébként. Szerintem nagyjából azért, mert amit ott megtanulnak, ez a rutinpálya, ugye? Uh-huh. Ott olyan kezdők is vannak, hogy nem vagy megcsúszni, de még elindulni sem. De oké, van egy része a pályának, amin megtanulok gépjárművet kezelni, tehát az a szervei tudom. Nem tanulod meg, az a utána baj. Kivisznek forgalom, meg, de utána kivisznek forgalomba, hát akkor már egy alapszintet kell, hogy tudj, hiszen megölsz másokat. Tudsz. És utána visszahoznám őket a tanfolyamra. Nekem az a tapasztalat, hogy szerintem nem tudsz. Tehát, hogy meg tudod úgy szerezni a jogosítványt, hogy fingod nincs az egészről. Jó, igen, de azért kéne több szintre vinni, hogy mindegy, hogy nem vihetsz utast, tehát hogy akkor le... Aha, na például ilyesmihez vagy. Motornál ugyanez volt, hogy nem vihetsz utast, azt hiszem magaddal, de még azt hiszem az autóban is van egy autónál is, vagy kell, csak hogy legyen. Volna ilyen, hogy azt hiszem, hogy egy évig nem vezethetsz, csak úgy, hogyha valaki olyan ül melletted, akinek van. Igen, valami ilyesmi van, azt hiszem, most is hát tudjátok, láttátok, mostanában szereztetek, hogy éppen most fogtok szerezni jogsit, akkor igen, vagy hogy tudtok olyan példát, hogy külföldön az hogy működik jobban, mint nálunk, mert rosszabbul biztos sok helyen működik, de hogy mi az üdvös példa, erre kíváncsiak lenni. Na ezt most megint te mondd, két szitu lesz.
Miért, a Pammer Gábor nevet nehezen processzálod? Vagy? Nem, ti gondoltam, egyetem mondasz? Így van, legyek én. Ez egy nagyon fiatal srác, most szerzett jogosítva, illetve azt tudom, hogy fiatal srác, de most szerzett jogosítva, lehet, hogy 70 éves. Akár lehet. És lehet, hogy ez egy mohazöld almera, mert látod a motorháztetőt. És azt írta, hogy az édesapja egy kicsit nyugalomra intette, mert szerinte ezek ugye nem is vészhelyzetek, de aggodalomról adnak okot. És az apja azt mondta, hogy szerinte ez túl reagálja. Nézd meg te is aztán alkos véleményt. Itt annyi történt, hogy az autó ott a belsősávon ment, innen kintről jött ki, tehát hogy parkolt, vagy éppen hajtott ki valahonnan, és kiment a belső sávba, amire egyszer csak észrevesz, hogy ez kanyarodó sáv, kiteszi az indexet, és visszamegy. Lehet, hogy azt gondolta, hogy ez a parkoló autók. Én azt lehet, hogy azt hitt, hogy mind a két sáv tovább megy. Azt is lehet. És igen. Ennyi a sérelem tulajdonképpen. Aztán nyilván azért zavart a srácot, mert hogy ő más. Én szerintem annyi történetet, hogy ugye nem lát előre a teherautótól, lehet, hogy azt gondolta, hogy azok tényleg ott parkolnak. Ugye kihúzódott. Vagy most két elindul, sáv megnyílt. És de nézd meg, teljesen úgy néz, mint hogy az autó ott állna. Lehet, hogy szóval, hogy figyelj már, ennél egyszerűbb helyzet nincs a Földön, ennél sokkal durvábbak lesznek majd, amikor már tényleg aktívan vezet sokat. Ezen ne akadj ki. Ez aztán semmi ahhoz képest, amit lesznek. Képzeljétek el, például azt elmesélem, hogy ma is jöttem be a gyorsforgalmi, nincs bent a kamera, ugye? És van egy rész, ahol föl tud hajtani a BKV busz, de behajtani tilos mindenki másnak. És ott előttem egy ilyen mentőszerű képződmény, de tudod, ebből már rengeteg ilyen valami, nincs se villogó, semmi, csak hogy is hívják. Nagyjából. Ment előttem, és a busz meg jött volna be, én már így fékeztem, hogy de jó, akkor majd beengedjük. Ja. Ráutal a magatartás volt, majd utolsó pillanatban a gázra lépett, és kiment előtte. Így ki a busz előtt. Azon a sávon, ahol csak bejönni szabad a busznak egyedül, senki másnak. Hát ezek ilyen hülyék. Na, az például olyan, amire így már szerintem a buszvezető sérelmét pedig már elszenvedett. Azt sérelmezi, hogy az előtte levő autó, mindjárt el fog fordni majd a jobb oldali sáv, és a kukás autót nem engedik be rendes tempóval, ezáltal nagyon-nagyon lelassulnak. Aha. És miért nem engedik le jobban, be jobban, és akkor nem lassultak volna le ennyire. Igen, ez így van, persze. Igen, de szerintem a kukás autóhoz meg tudod, hát nem szereti a kukás autót beengedni, a kukás autónak két változata van, aki agresszív és csak azért is beteszi, ő pont az ellenkezője volt, ő inkább megvárta, hogy tuti biztos legyen neki hely. Nem látni egyébként, most láttam egy nagyon jó ilyen képet, csak fotót összehasonlításként, vagy mindjárt folytatom, mert van még itt egy eset, hogy mit lát egy teherautós, egy kamionos a tükörben, és mivel ha esik az eső, meg latyak van, meg mindenféle ilyesmi, ugye akkor úgy kavarognak ott össze-vissza, ez egy nagy dobozott elő, hogy a tükre nagyon sokszor bekoszolódik, amin látsz még ugyan, de hogyha nincs felkapcsolva a melletted menő autónak a lámpája, szinte semmit nem lát belőle. És utána, ugyanez lehet itt is egyébként, hogy amikor az emberek nagy autóval mennek, az óvatosabb sofőrök garantáltan meg akar győződni róla, hogy mellette előtte nincsen. Biztos látod, az nagyon durva, videót, ami beforgatja és pont tolja. Ott az orra előtt van itt lent. Azt nem látja, egész egyszerűen annyira magasan ül, hogy ezt a részt ott totál kitakarja. Egyébként, ha jó autós vagy, akkor erre kifejezetten előre figyelsz, hogy ne kerülj oda. Ne kerülj oda. Megőrülök az ottól. Hány olyat látni? Körúton. Középen megy a villamos, a szélén megy a busz, és közötte 30-al tötyög anya. Így. Így, hogy itt egy sárga betonfal, itt egy kék betonfal. Fogalmuk nincs, és hogy ott van anya, ráadásul. Igen, anyáról fogalmuk nincs. Igen. Ő meg itt húzza magát, és így húzza be a kis nyakát, ahelyett, hogy valahogy lefékezne, vagy adna egy kövér gázt, és elmenne a kettő, és kikerülne abból a szituációból, amit... Igen, vagy menne a busz mögött, ha már úgy rájött. Parkoljon le inkább. Menni. Na, és itt lesz még egy, ez egyébként itt a vége, szerintem még ez az, ami inkább a neccesebb. Beérnek egy körforgalomba, érjenek már be, mert benn vannak, és kettővel később fog majd kimenni, nem itt, hanem itt, és hogy ez a busz meg kijött elé. A körforgalom az egy ilyen eszköz. Igen, hát, sajnos az van, hogy a busz egy ekkora lukba nem kezd el bemenni, akkor egész nap ott állhat. Ráadásul a busznak megvan az óriási nagy hátránya, hogy ha álló helyzetből indul el, akkor sokkal nagyobb idő, míg ezt a tehetetlen tömeget megmozgatja. Tehát szerintem még egész egyszerűen látta azt, hogy ott van egy lyuk, bemegyek lendületbe, és nem befolyásoló különösebben senkit. De nem volt egyébként ez olyan helyzet. Nem volt annyira vészes. Meg egyébként... Lehet, hogy driftelni akart, és elrontotta a körét. Na, az már baj. Az már baj. Viszont válók. Szóval, hogy szerintem látom, hogy ez nem Budapest.
érdemes azt megnézni, hogy itt mi történik. Tehát, hogyha az ember sérelmet akar szerezni, és mondjuk egy ilyenre azt gondolja, hogy most utána meg vagyok bántva. Ó, ez nagyon kelet, Nyíregyháza. Nagyon kelet. Tehát, hogy akkor ne gyere Budapestre, mert itt állandóan meg leszel sértve. Az hagyjad, de nem fogsz tudni besorolni egy ilyenbe, és akkor meg fogod érteni igen, a busznak a helyzetét. Igen, muszáj, hogy oda bemenjél, mert különben soha nem jutsz ki sehova. Egyfelől, másfelől, ebből a szempontból egyébként szerintem a magyar közlekedés az egy nagyon furcsa orvos, állatorvosi ló. Mert hogy itt a Balkán és Európa elválasztóján fele-fele arányban vagyunk jelen. A fele menni akar, mint a barom, mint mi egyébként. Igen. Tehát, hogy haladna, mint egy olasz. Igen. Például Olaszországban nem köszönnek meg semmit. Igen. Semmi, ez nincsen ilyen. Nincs. Se dupla villogó, se kész feltétlenül. Hülye fele vele kezedet, hát megölnek. Evidentó, hogy jössz befelé. De bejössz oda, beférsz ide, beférsz, senki nem foglalkozik azzal, hogy most ezzel megsértődsz, vagy nem. Igen. A motorosok így mennek előre, te sorolsz, tekered, és jó. Tehát, hogy fölveszed a ritmust, és onnantól kezdődsz. De van a másik oldal, és akkor ez a másik oldal, ahol a mohazöld kalapos úrember. A mohazöld kalapos úrember, és mi itt ezzel itt keveredünk. És akkor ebből van igazából az akrám. Ezt szerintem nagyon nehéz feldolgozni, de én mégis azt mondanám, hogy tegyünk úgy, mintha az lenne a cél, hogy odaérjünk mindannyian, minél hamarabb, viszonylag épségben. De legalábbis én. De legalábbis én. Na nem, mindenki. Így kell menni a sorokhoz. Na mindegy. Az a baj még egyébként a mohazöld almérásokkal, hogy annak az általában ez a fajta, ez az öntudatos fajta. Igen. Ha 50-nel lehet menni, fiatalember! Ha ráhúzom, ne hagyd már 51-jel menni! És majd ő megmutatja. És leginkább ez az oktatás. Ez egyébként állandóan megy. Szoktam oktatni egyébként én is, több más szinten. Tehát ilyet hát, nem, hogy 30-szal megyek, és akkor engem ne előzzél meg záróvonalon, én 30-szal megyek, igen, jó? Álljál be mögém szépen. Eleve föl kell tegyük azt a kérdést, hogy vajon azok a táblázottságok, azok megfelelnek-e a valóságnak. Egy hülyeség, mert ahol látszik, hogy mindenki 70-80-nal megy, és kim van a 60-as tábla a puszta közepén kétszer-kétsávas úton, jogos, menjenek 80, menjen 90-nel mindenki. Igen. Ne legyen senki, aki 60-nal megy, mert az a tábla az egy hülyeség. Őt fogják megölni, meg ő öl meg. Így van. Na, ezt szoktam mindig mondani a feleségemnek, és serényen bologat, hogy amikor azt mondja valaki, hogy én már 300.000 kilométert 60 év alatt levezettem, és még egy balesetem se volt. Igen, csak 15-en meghaltak azok közül, akik megpróbáltak megelőzni, mert végig 30-al mentél. Igen, hozzátehetem, 40-nél többen még nem mentem. Igen. Na, térjünk jó, vissza szerintem ide. Igen, most ez nagyon jó, ez nagyon, benne vagyunk a ritmusban. Az oktatásban arra gondoltam, amikor én szeretek oktatni, mint az elején ott a Váci úton, hogy igenis megmutatom magamat, hogy itt vagyok, te hülye, hülyeséget igen. Csinál, látom, hogy hülyeséget csinál, ne csinálj ilyet, légy szíves legközelebb. Igen. Én még a dudálni szoktam. Tök jogosan. Egyébként az a lámpa pont ugye a West Endhez megy le, igen. Ahol így megfordulsz és kijössz. Hát egy lámpa. Hát egy lámpa. Végéhez kezdünk kérni, kérlek szépen. Tető alpár. Jaj, bocsánat, ezt nem mondod. Nem baj, nem. Ezt nem tudtam volna olvasni. Milyen messze vannak. Na ez pedig egy ilyen téli utózönge, egy latyakos történet. Semmi igazán nagy baj, nem is tud róla szegény, nézd meg ez a busz, ott jön, és jön, és jön. Boom. Ez inkább csak egy helyzet. Nagyon jól, nézd meg egyébként. Hogy átfokuszol a kamera, szegény. Igen. Igen. De hogy a sofőr az nagyon okosan jelen már, volt. Már kapcsolta az ablaktörlőt, igen. Hopp, még igen, nem csapta meg, de már. Tehát igen. Láttam, és ez egy nagyon jó példa arra, hogy igenis karácsonykor, hát télen idején, ilyenekre is kell figyelj, hogy lehet, hogy egy olyan fröccsöt fogsz kapni, amire nem számítasz, és ahelyett, hogy megijednél és padlófékeznél, és ezáltal tömegkarambot okoznál, igen. Készülj föl, indítsd el az ablaktörőt abban a pillanatban, hogy jön, és nézd meg, hogy tökőben igen, is van. Igen, egyébként ez is igazából senkinek nem a hibája, ez hopp, és már kivéve, a legjobb. Kivéve az úthibának, mert ugye ez a sok dzsúra. És erre nem tudsz mit csinálni. Nagyon jó ritmusban már ment az ablaktörlő. Pont egy nagyon pici kis permetszerű kenés már volt az ablaktörlőlapáton, nagyon jó volt, ez zseniális. Na és a legvégére pedig volt itt az előbb ez az agirás, hogy fogja meg egyedek. Na, erre egy ellenpélda, illetve nem teljesen ellenpélda. Imikétől kaptuk. Imike küldte, köszönjük szépen, ez nagyon találat volt. Nem teljesen ellenpélda, oda mentem direkt arra össze. Hop-hop. Jaj. Megfogja. Aztán. Illetve valószínűleg a Quattro fogja meg, és azért mondtam, hogy ellenpélda, mert egyrészt itt ez a drága jó Mayer emberünk. Így megy, ugye? Aki fekszik, fönt, fogja fönt, a váltót. Így, és még mindig lent, a csaj markolja a kezét, még mindig a váltó, még mindig, most vette fel a kezét.
Te hülye. Háromszor megdögölhetett volna, én nem tudom pontosan milyen autóban ülnek, de elnézve a belső teret, ez egy szinte zsírúj valami. Igen. És hogyha Quattro A4, akkor ez tényleg ez egy orrod. És abban gondolom jön ez a elektronika, hogy a menetstabilizátor ilyenben is segít, tehát a kitörést megfogja. Igen, azt nézem, hogy egyébként valamit csinál azzal a váltókarral, hogy is szorongatni kell, vagy már semmi. Úgy, nézd csak, de hátra húzza. Aztán kirakta, de szerintem ez véletlenül, tehát hogy rakosgatja a sportfokozat meg vizék között. Tök véletlenül, mert abba kapaszkodik. Szerintem abba kapaszkodik. Nem tudom. Itt volt a végén már egy jó mozdulat, de nézd meg, itt rossz helyen fogja fönt, így fog hozzá. Igen. És utána a végén, de Imi azt mondta, hogy teljesen rossz ütemben van, nézzük meg még egyszer. Tehát, hogy ellene, tehát mindig fáziskéséssel csinálja. Nagyon magasan van a kamera, és nem látszik elég az útból hozzá. Várjál, használjuk már ki, valaki azt mondta, hogy legyen ma annyi eszünk, hát át lehet állítani a sebességet. És mire szeretnéd állítani? A kétszeresre, hogy jobban látszik. Jó, gyorsan vége legyen. És akkor ezzel jobban lehet látni. Na nézzük. Ablak körül. Hú, ezt nem figyeltem meg eddig, hogy ablak körül is meg. Na itt észlelte. Hát egy kicsit van róla lekésve szerintem, de egyébként itt ugye... De mivel fogja a menetstabilizátor, lehet, hogy mást érez egyébként ő ott az autóban. Eleve a jelenség. Tehát átfogott egyet. A végén igen. Akkor tudta megfogni egyébként, egyre nagyobb. Szóval aquaplaning. Ez az, amivel gyakorlatilag valószínűleg minden autós életében egyszer és utoljára fog találkozni, és onnantól kezdve elsőben tök másképp megy. Nekem egyszer képzeld el, volt 101-nél, ugyanígy felúsztam a 626-os Mazdámmal 20 évvel ezelőtt. Pályán jöttem haza gyorsan, és egyszer csak azt vettem észre. Itt az volt a, hát nem szerencsém, mert szerencsétlensége lehetett volna, hogy a szalagkorlát felé azonnal elkezdett menni, és nagyon gyorsan észrevette. De hogy amikor mész a strádán, és senki nem volt előttem, hát, hogy nem figyelsz annyira éberen, mint ugye általában. Elég baj az. Igen. És itt szép lassan azt vettem csak észre, hogy mintha mennék oldalazva kifelé. De a belső sávban voltam, pont befejeztem egy előzését valakinek, és úgy, amúgy is benne volt a fejemben, hogy na jó, akkor most elkezdek kifele menni, de még nem kezdtem el kimenni. És akkor ment magától és kifelé. És akkor úristen. És már nem tudom, mit csináltam, nem haltam meg, nem törtem össze. De az egyik legrosszabb. Kérdezzük meg a szakértőt. Mi történik aquaplaningnál? És mi a legjobb, amit tehetsz, amikor igen. Például pocsolya van az út szélén, és te nagyon gyorsan mész, és nem tudod kikerülni, mert jönnek és szemből. És nincs a szoknyás lány mellette. Nincs mert mellette, akkor más, akkor gyorsítunk, várjál, az más. Gyorsítunk és húzodunk igen, ki. Igen. Nem, kérlek, ne csináljátok. Ez csak a 80-as, 70-es években szóval volt. Semmiképpen fékezni azt nem szabad. Kuplunk ezt akartam kinyomni, mondani. Hiszem, hogy ez volt még azt szabad fékezni, nem szabad, mert ugyanis az történik, hogy amikor felúszik az egyik kerék, akkor azon az oldalon a tapadás megszűnik, és hogyha ilyenkor fékbe lépsz, akkor az éppen még letapadt keréknek a fékereje, ugye az hátrafelé, úgymond hátrafelé húzza a kocsit, a másik viszont nem, tehát te egész pontosan a szembe sáv felé fogsz elkezdeni indulni. Még akkor is, ha van ABS-ed, mert nagyon hirtelen fog történni. Azok teljesen mindegy, ugyanis az történik, hogy azon az oldalon egyáltalán nincs tapadás. Igen. Tehát, igen. Illetve a baj, hogyha egy kicsit elkezd elsüllyedni, de közben van aquaplaning, akkor elkezd magától jobbra menni a kocsi, amitől te belelépsz a fékbe és azonnal balra csapódsz. Igen. Úgyhogy itt megráadásul nem is tudod, hogy hány kerékkel planírozol éppen a vizen. Ugye ez igen, az a helyzet, igen, amikor a gumiban a rovátkák nem tudnak elég tempóval kiszorítani minden vizet, hanem marad az aszfalt és a gumi között egy picike kis vízfilm. Így van. És egész egyszerűen azon beúszol. Nem biztos, hogy film. Egyébként tud lenni akár több centi igen. is, hogyha nagy pocsolya volt, vagy igen. valami. Igen. És ebből a szempontból pont ezek a rettentő nagy kamion által kijárt utak nagyon veszélyesek, tehát abban tök jól meg tud állni, hogy belegangolsz. Jó, de az legalább irányba tesz. Akkor azt akarjuk mondani, hogy nagyon-nagyon vigyázzatok a pocsolyákkal, ez volt a mondanunk lényege. A pocsolyákkal, meg az ilyen latyakos jellegűekkel, most olyanat nem találtam, vagy éppen nem kerestem, de az is téli víz idején, főleg egyébként ez inkább ebben a november időszakban szokott lenni, ez a fekete jég. Igen, az amikor az nem nagyon, látható az szép. Jég, egy igen. ilyen nagyon-nagyon vékony rétegben lefagy az út, általában vidéken vagy a városon kívül szokott lenni, ahol nem sózzák, csak tolják le a havat. És már megint mondanám, hogy a gyorsforgalmi út, ugyanis aha. a határúti felüljáró az olyan, hogy a köd nagyon szépen be tudja lepni, így és van. Mivel kanyar van, valamint rossz az út, tehát elpattog a gumi, szinte minden este ezt ki lehet próbálni.
és nem látod, mert azt hiszed, hogy víz. Igen. Mert annyira vékony kis réteg, hogy még nem úgy csillog, és nem kristályosodik ki rajta, hanem olyan vékony kis jégréteg van rajta. Egyébként pont ezért, amit a Gram is mond, nagyon kell figyelni, amikor fölmész egy hídra, meg amikor lejössz a hídról, teljesen más, például Buda és Pest között tökéletesen meg lehet figyelni, igen, körülbelül 3 fok különbség van, amikor Pesten fölmész a hídra, és amikor Budán lejössz, mondjuk az Erzsébet hídnál nagyon-nagyon jól lehet látni. Szépen felgangolsz, a tudodon meg. Nyomnám vissza 3-as, 2-es, és mész még mindig a Gellért-hegy irányába. Valószínűleg egyébként a Gellért-hegy is megfoghatott valamit, és ott másképpen áramolnak. Igen, ha más nem, ideg. A gyorshajtókat megfogja. Nem, hogy a szallakorláton át. Soha nem is. Igen. Ott jó nőt lehetne esni. Ott medőt lehet esni, igen. Ne csináljátok ilyet. Egyet csináljátok, lájkoljatok meg mindenféle ilyeneket, nyomogassátok a feliratkozás gombot, és gyertek vissza jövő hét szerdán. Igen, és ezt szeretném kérni, mert múltkor is elmondtuk, hogy hozzatok még egy embert, de most legyen az a teória, hogy az a módszer, hogy most szépen vedd fel a telefont, és hívjad fel a nem tudom kiret, haverodat. Figyelj, követed a hyperes srácokat? Na, akkor kéne meg, különben vége az egész csatornának. Persze, ilyenről nem. A lényeg, hogy hype a hype-a. Sziasztok. Így van, hello. Sziasztok.